Több utca is teljesen megújult Dombóváron. A települések úthálózatára egyre nagyobb terhet ró a megnövekedett forgalom, ezért is fontos az utak állapotának pontos ismerete és karbantartása. Ábrahám Mónika, a Dombóvári Városüzemeltetési Iroda vezetője elmondta, hogy az idei évben 40 millió forint pályázati forrásból és több mint 32 millió forint önerőből tudott az önkormányzat három útszakaszt felújítani a városban. Megvalósult a Széchenyi utcának, a belvárosban található Széchenyi utcának a teljes útburkolat felújítása, a Kórház utcának a tükörtől a kórházi parkolóig tartó szakaszának felújítása, illetve a Horvai utcának a 9. utcától az Őrház utcáig tartó szakaszának az útburkolat felújítása valósult meg. Dombováron összesen mintegy 925 méteren újítanak meg útburkolatokat. Emellett a parkolóépítési munkálatok is folynak. Elkészült a Szent István templom parkolója a Kertvárosban, illetve elkészült a kertvárosi temető parkolójának felújítása, és itt a Minden Szentek közelettével befejezéséhez közeledik a Horvai utcai újdombovári temetőnél az új parkoló építése. Itt 29 új férőhely fog megvalósulni, ami a temető látogatók kényelmét fogja szolgálni. A tervek szerint az idei évben a Tüskei városrészben található Dangó Pista és Ifjúság utca útborkolatának megújítása is megvalósulhat.